Hegedűs a háztetőn. Bolondosan hangzik, ugye? Chagall a világhírű festőművész álmodta meg a szakállas hegedűs figuráját, aki egy kis falu házai fölé emelkedve muzsikálja a közönség álmai szenvedéseit, megaláztatásait és teremt átjárást ég és föld között. Az ismert Broadway musical nagy erővel szól a kisebbségi lét terheiről. Én is abból indultam ki, és a rendező is abból indult ki, hogy mivel mi nem ismerjük teljes mélységében ezt a kultúrát, ezt a zsidó kultúrát, de igaziból nem is erre fektettük mi a hangsúlyt, amikor dolgoztunk rajta, hanem itt igazán emberi vonások és emberi sorsok azok, amiket nekünk meg kell mutatnunk, és ez ugyanúgy érvényes lehet egy kisebb népcsoportra, akár mondjuk Romániában az erdélyi magyarságra, a székelyekre érthetjük, ott is vannak hasonló akár elnyomatás alatt, akár a szélén valaminek el kell utazniuk, elüldözik, stb. Tehát ez egy nap mint nap probléma lehet Afrikától kezdve egészen az északi világig, bármeddig. Tehát ez egy megfogható emberi probléma, ezért nem okozott igaziból nehézséget. Ezzel a musicallel a veszprémi Pannonvár Színház szinte az egész országot bejárta. A főszereplő Gazdag Tibor már 42-szer játszotta el Tevjét, a teljes embert. Először is ugye a zenés darab révén a zene az kiváló. Hát világhírű szerintem nagyon sokan ismernek belőle, hát slágerek már a dalok. Ez az egyik, hogy a másik pedig a prózai könyv is, tehát maga a forgatókönyv, a szövegkönyv, ami alapján készült, az is rendkívül jó dramaturgiailag, és nagyon jó nyelvi fordulatok vannak benne, és a magyar fordítása is kiváló, amit a Gédénes György készített. Pontán egy ábrándos kuncsaftod már, ki hűséges fiú, asszonykát vár, szerelmünk cégednek reklámja lesz, csak egy férjes kekkel ehhez. A nézőknek az is nagy élményt jelentett, hogy a színpadon a nemzetközi hírű Budapest Klezmerben muzsikált.